Eminenciás bíboros úr, tisztelt nagykövet asszony, nagykövet úr, rektor úr, főtiszteletű püspök úr, valóban a kérdés az, hogy mi is az aktualitása Beket Szent Tamás életművének, és hogyha a vértanúságot ebben egy protestáns ne nyilvánítson véleményt, hogy miért is lesz valaki vértanú, de ahogy az elmélkedés bevezetőjét olvastam, valóban nagyon fontos összefüggése irányítja rá a figyelmet, az az önvallomás, amit maga Beket Szent Tamás mondott el, hogy a vértanúság az sohasem valamifajta külső körülménynek az okozata egyszerűen, hanem annak mindig abban van valami olyan transzcendens motiváció, ami teljesen független az időktől és a koroktól. De mégis, hogyha elfogadva a püspök atya értelmezését, ha azt nézzük, hogy az a kor, amiben Beket Szent Tamás élt, az mit is üzen a mi korunknak, a mai kornak, akkor én is azt mondanám, talán egy kicsit más megfogalmazásban, hogy nincs olyan hatalom, nincs olyan politikai hatalom, vagy nincs olyan világi hatalom, amelyiknek ne lenne szüksége kontrollra, amelynek ne lenne szüksége mércére. Ne lenne szüksége egy olyan külső mércére, amit nem egyszerűen önmaga állít saját magának, mert akkor úgy változtatja, hogy éppen jól esik neki, hanem amelyik változhatatlan. Azt is mondhatnánk, hogy ne lenne szüksége abszolút mércére, az abszolút értékek nevében, ne lenne olyan közösség, ne lenne olyan személyiség, ne lenne olyan nem világi hatalom, amelyik megméri. Amelyik megméri egyébként a politikai hatalmat is. Mert annál a hatalomnál nincs veszélyesebb, és valóban ilyenek a diktatúrák, de lehet úgy is valaki diktátor, hogy nem tudja saját magáról ezt. Az a hatalom, amelyik nem képes saját magát kontrollálni, amelyik azt gondolja, hogy mindent megtehet, az előbb-utóbb diktatúrává válik. És valóban szükség van ma Európába azon gondolkozni, hogy mi is a hatalomnak, a hatalomgyakorlásnak, a politikai irányításnak az a fajta külső kontrollja, amelyik nem része feltétlenül a politikai rendszernek, és mégis megméretik rajta maga a politikai rendszer és a politikai irányítás. És hogyha innen indulunk ki, akkor az európai identitás és a keresztény értékek kapcsolatánál az első, amit bizony meg kell állapítanunk, az, hogyha európai identitásról beszélünk, akkor az európai identitás az válságban van. A pénzügyi és részben a gazdasági és szociális válság az csak következmény, a következménye annak az identitás válságnak, aminek az a lényege Európa szempontjából, hogy amikor már nem tudom, hogy ki vagyok, amikor nem tudom, hogy honnan jövök, és amikor nem tudom, hogy mi a célom, vagyis hová megyek, akkor válságban van az identitásom. És ez persze nem jelenti azt, hogy Európában ne lennének gondolkodók, közösségek, intézmények, személyek, akik ne tudnák, hogy honnan jönnek, és hogy merre mennek, és hogy kik is ők valójában, de a gond az valójában az, hogy ebből nem lesz egy előre vívő központi erő. Azoknak a gondolatából, azoknak a szándékából, azoknak a terveiből, azoknak az értékeiből, akik tudják, hogy kik, akik tudják, hogy honnan jönnek és hogy mi a céljuk, nem lesz egy előre vívő központi erő, mert ami a központot elfoglalja, püspök úr úgy fogalmazott, hogy a diktatórikus nihilizmus, én úgy fogalmaznék, hogy az érték alapot nélkülöző tolerancia. A tolerancia, mint önérték, nem értéken alapuló tolerancia, így éppen ezért az a következmény, hogy az értékek nem összeadódnak, hanem ha vannak is értékek Európában, amelyek artikulálódnak a társadalom különböző szegmenseiben, nem feltétlenül és nem is elsősorban a közéletben, hanem másütt, a kultúrában, a hitnek, a vallásnak a világában, vagy éppen a tudományban, vagy éppen az oktatásban, vagy bárhol másütt, ezek nem képesek összeadódni, hanem sokkal inkább kioltják egymást. A mindenek feletti érték alapot nélkülöző tolerancia jegyében kioltják egymást, hiszen feléjük helyeződik egy olyan valami, amit joggal lehet nihilizmusnak nevezni. És hogyha ehhez bizonyítékot keresünk, hogy hol is nyilvánul meg teljesen egyértelműen és világosan ez a típusú válság, ez a típusú értékválság, akkor az éppen az úgynevezett európai alkotmánynak az ügye.
ahogyan abból minden, ami szellemi érték, ami erkölcsi érték, ami kulturális érték, vagy ha nem is minden, de jelentős része az európai örökségnek először kivonódott, először redukálódott, aztán kiderült, hogy még ez a redukált alkotmányos nyilatkozatnak nevezett valami, és még sok az európai népeknek nem képesek erről sem megegyezni. És aztán azok a nyilvánvaló jegyek, jelek, amik a pénzügyi válságot kísérik, ahol ma már mindenki számára egyértelmű, hogy a spekulatív tőke Európában és a világban, a spekulatív tőke az előnyt szerzett, primátus szerzett az emberi termelő munkával szemben. A virtuális pénz a valójában nem is létező pénz, amelyik irányította a pénzpiacokat, aztán a valóságos piacokat, aztán egészen az egyéni háztartásokig lebontva ez a hitelválság, amiről beszélünk, az embereknek az életét, ez ezt jelenti. A spekulatív tőke szembeállítása az emberi termelő munkával. És aztán, ami a válságnak a következményeként megjelent, az az, hogy a közteherviselés helyett, a szolidaritás helyett a polgárok, az egyszerű polgárok és háztartások viselték ennek a válságnak a terheit, nem azok, akik ezt elsősorban előidézték, hogyha szabad itt egy punk zenekart idézni ezen a megszentelt helyen, akkor azért mégiscsak az a mondat, ami a rendszerváltoztatást kísérte Magyarországon, hogy elmentek a tankok, bejöttek a bankok, azért ebben bizony ebből a szempontból nagyon komoly igazság van. És aztán a harmadik nagyon fontos jel az a családnak a válsága, és talán nem is az egyéni életvezetésben a család válsága, hanem az a közéleti vita, ami a családról kibontakozik, amit finomkodva így szoktak nevezni, hogy a családot diverzifikálni kell, tehát nem csak egyszerűen egy férfinak és egy nőnek a kapcsolata és a gyermekeikkel való közössége, hanem másfajta formák is nem csak megengedettek, hanem igenis ugyanazon a szinten és ugyanabban a formában kezelednők, mint ez a hagyományos keresztény európai családmodell, ez is jelzi a válságot. És talán nem is csak ez az úgynevezett diverzifikálás, hanem az, ami megnyilvánul egyébként az európai adórendszereknek a vitájában. Kiket támogat az adórendszer? Azokat a családokat-e, amelyek gyermekeket vállalnak, vagy valamilyen tőke alapon a befektetések alapján érdemes az adórendszert elgondolni. Az a mondat, ami még néhány évvel ezelőtt is, és bízom benne, hogy a következőkben ez már nem egészen így lesz, az a mondat, hogy a legnagyobb szegénység kockázat ma egyébként nem csak Magyarországon, hanem számos helyen Európában, az a gyermekvállalás, az európai kultúrának a szégyene, az európai adórendszernek is a szégyene. Ezért olyan fontos, hogy végre eljutottunk odáig Magyarországon, hogy a gyermeket vállaló és egyébként munkát végző adófizető állampolgároknak kell a legnagyobb támogatást adni. És aztán a nyugdíjrendszernél is ez a kérdés, és ez is egy válságjel, ha nem tudjuk egyértelműen kimondani azt, hogy a nyugdíjrendszer az a generációk szolidaritásáról szól, nem pedig a tőke jövedelmeknek a megfelelő befektetéséről. És ha szabad még egy válságjelről beszélni, az a nemzeti identitásnak a kérdése. Ahol Európában a nemzeti identitás, a nemzeti öntudat az sokkal inkább veszélyforrásnak minősül, nem pedig valami olyan pozitív értéknek, ami alapján jól lehet együttműködni a nemzeteknek az együttműködésében megvalósuló Európában, az megint csak a válságnak a jele, és talán, ha szabad itt egy élő klasszikust idéznem, talán ott veszítettük el először, nem az egész küzdelmet, de mondjuk egy csatát, amikor rögtön a rendszerváltoztatás kezdete után, mondjuk így a kommunizmus összeomlása után, attól volt hangos Nyugat-Európa, aztán utána már Közép- és Kelet-Európa is, hogy a legnagyobb veszély most már, hogy vége van a kommunizmusnak, most már a föltámadó új nacionalizmus. Ahelyett, hogy azt mondtuk volna a régi viccnek a jegyében, hogy a kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik. Nem a posztkommunizmusnak a tovább élését és azokat a jelenségeket, amik az emberi mentalitástól elkezdve egyébként a gazdasági érdekszövetségekig irányítják, vagy irányították még mindig Európának ezt a részét. Nem abban láttuk a legnagyobb veszélyt, hanem úgy gondoltuk, hogy a nemzeteknek az újbóli öntudatra ébredése az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti. És hogyha szabad még egy
még egy fontos, fontos pontot említeni, amellett, hogy a nemzeti identitást az élet természetes történelmi keretének tekintjük, és egy szolidáris közösségnek, amelyik nem zárja ki, sőt, indukálja a nemzetek közötti szolidaritást. Talán egy másik Európának egy másik újkori szégyene, ahogyan a világban a keresztények üldözéséhez viszonyulunk. Ma is a világban, miközben azt mondjuk, hogy az Euróatlanti Szövetség az a legerősebb gazdaság és katonai és egyéb szempontokból is a világon, közben pedig elnézzük azt, hogy a különböző válságövezeteiben a világnak, meg a nem a válságövezetekben is halomra gyilkolják a keresztényeket. És Európa hallgat, vagy pedig valami fajta enervált nyilatkozattal gondolja mindezt elintézni, ez természetesen vonatkozik az Amerikai Egyesült Államokra is. Egy olyan közösség, gondolok itt az európai közösségre, amelynek a gyökere ott van a kereszténységben, és ezeket a gyökereket nem képes megvédeni a saját kontinensén kívül, az bizony valójában válságban van. De hogyha már itt ez a negatív profécia jutott nekem ma, akkor hagyd tegyük föl a következő kérdést. És a kereszténység? És a kereszténység, amelyikkel mi meg szeretnénk menteni Európát, az tud segíteni? Az nincs válságban? Hiszen a kereszténységnek azért mégiscsak az lenne a lényege, hogy a keresztények csak azt tudják segítségként továbbadni, csak azt tudják fölkínálni a közéletnek, a gazdaságnak, a szociális életnek, a tudománynak és minden másnak, azt tudják fölkínálni, ami nekik is van. Mert ez a keresztény értékek sajátossága, hogy a keresztény értékek csak akkor hatnak, azt is merném mondani, hogy csak akkor léteznek valóságosan, hogyha vannak személyek. És vannak közösségek, akik ezeket a keresztény értékeket megjelenítik, ezeket a keresztény értékeket gyakorolják, és ezeket a keresztény értékeket továbbadják. Ezért nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen segítséget tudnak adni a keresztény értékek Európának, akkor mindig önvizsgálattal kezdjük, és ez nem valamilyen protestáns önmarcangolás egy elsősorban katolikus közösségben, hanem ez egy közös keresztény tradíció, hogy önvizsgálattal kezdjük. Önvizsgálattal kezdjük, és azt kérdezzük, hogy van-e nekünk az, mármint most keresztényeknek, van-e nekünk az, amit kínálni szeretnénk másoknak. Hogyha nincs meg ez az önvizsgálat, akkor legfeljebb lózungokat, legfeljebb jelszavakat fogunk tudni kínálni. De hogyha az önvizsgálatot elvégezzük, akkor eljutunk odáig, és ez Hanvas Bélának egy nagyon szép tanulmánya szól erről, hogy mit is jelent a keresztényeknél a birtoklás, hogy van nekik valami. Azt mondja Hanvas Béla, hogy ez a fajta birtoklás, ez akkor nyeri el az igazi értelmét, ha adás lesz belőle. A tovább adásban rejlik a birtoklásnak az értelme, így fogalmaz egy klasszikus szentíró, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Úgy adni, hogy tudom, hogy én is kaptam, hogy kegyelmi állapot az, amit továbbadok ebben az ügyben. És hogyha tovább vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a kereszténység, hála Istennek, világméretekben nincs válságban, ellenkezőleg a keresztény közösség növekszik minden ellenkező híreszteléssel szembe. Hogy Európában ez nem így van, mert Európában csökken a keresztény közösségnek a létszáma, az egy intőjel arra, hogy bizony a történelem ura képes a kereszténységnek a fő erejét más kontinenseken is elhelyezni, hogyha arra Európa méltatlanná válik. De hát akkor mit is adunk és kinek is adunk, hogy is van ez a kapcsolat Európa és a kereszténység között. Természetesen történetileg, kulturálisan mondhatjuk azt, hogy ezt a kettőt egymás nélkül, Európát és a kereszténységet nem lehet elgondolni, hiszen a görög-római kultúra és a zsidó-keresztény kultúra az, amelyik meghatározza még ma is Európát, és innen érthető az a mondat, amit olyan gyakran idézünk Schumanntól, a modernkori kereszténydemokrácia nagy, európai kereszténydemokrácia nagy atyától, az európai demokrácia vagy keresztény lesz, vagy pedig egyáltalán nem lesz. És hozzá lehet talán tenni egy kicsit könnyedebb anekdotát, amikor egy európait megkérdeznek arról, hogy te milyen vallású vagy, akkor azt válaszolja öntudatosan, hogy én ateista vagyok. A kérdés a következő, jó, értem, de katolikus ateista vagy protestáns ateista? Mert hogy még az ateizmusnak is van felekezeti háttere Európában, vagy ahogy Antal József mondta annak idején, Európában még a nem keresztények is keresztények, csak nem tudják. Igen, mert az európai kereszténység az ott van a kultúránkban, ott van a tudományban, a tudomány művelődésének a módjában, ott van a közéletben, ott van az életformában, akár tudunk róla, akár nem. És ezért az európai program,
ami a 90-es éveknek a közepén indult, és egy hihetetlen jó szándékból úgy érezte, hogy amikor a technikai, gazdasági, pénzügyi keretei végre Európának azzal, hogy megbukott a kommunizmus, végre kialakultak, most már akkor tegyünk bele valami spiritualitást is, vagy talán még valami szakralitásra is gondoltak, és úgy nevezték el ezt a programot, hogy adjunk Európának lelket. Akkor én, amikor megismerkedtem ezzel a programmal, és engem is fölkértek egy ilyen szakértőjének, ezt egy tragikus megfogalmazásnak tartottam. Mert megint az európai szekuláris ember, a közéleti irányító úgy gondolja, hogy majd ő Európának ad valamilyen lelket. Európának nem kell lelket adni. Európa eredeti lelkét újra föl kell fedezni, és érdemes oda elzarándokolni. Van neki lelke, fedezd fel újra, fedezd fel a gyökereket, hiszen ilyen viszonyban van egymással az európaiság és a kereszténység. És van még itt egy pont, ami a keresztényeket mindenképpen önvizsgálatra serkenti. Hiszen, hogyha azt nézzük, hogy a szekularizáció, így szokták ezt mondani népszerűen, hogy az elvilágosodás, az egyháziatlanodás, én azt mondanám, mikor kapta a legnagyobb erőt, mikor kapta a legnagyobb lendületet Európában, akkor kiderül, hogy mindez a 30 éves háborúk idején történt. Amikor protestánsok és katolikusok Jézus Krisztus nevében halálra gyilkolták egymást 30 és több éven keresztül. És ez fölveti a számunkra azt a kérdést a 21. században, hogy lehet-e valóságos ökumené nélkül lehet-e hitelesen keresztény értékeket fölkínálni bárkinek. Ahol az ökumené az természetesen nem valamilyen egyház diplomáciai fogás, hogy néha szép színes ruhákban, a protestánsok inkább feketében megjelennek egymás mellett a püspökök, és elmondanak egy imát egy évben egyszer, az is nagyon fontos, de az igazi felekezet közi összefogás, az igazi katolikus, protestáns, ortodox összefogás Európában, az együtt való fellépés az, ami nem csak az erőnket sokszorozza meg, mert lehet azt mondani, és talán még ebben van is igazság, hogy a Szentszék az a protestánsok nélkül is elboldogul, ez valószínűleg így van. De ez nem elsősorban annak a kérdése, hogy elég erősek vagyunk-e, hanem ez elsősorban hitelességnek a kérdése. Akik saját maguk között nem képesek összefogni, gondolok a keresztényekre, azok hogy tudnák fölkínálni ezt másoknak, hogy fogjatok össze. Ezért nagyon fontos az, hogy a hitelesség szempontjából, ha azt akarjuk, hogy hiteles legyen a felszólításunk arra, hogy együtt, közösen védjük meg a keresztény értékeket Európában, akkor ez bizony csak egy olyan közösség lehet, amelyikben benne van természetesen a latin ritusú katolicizmus, benne van a keleti kereszténység és benne van a protestantizmus is. Mit adhatunk mi így Európának, ha elvégeztük ezt az önvizsgálatot? Talán a legfontosabb tétele megint csak a keresztény antropológiának, hogy amit adhatunk, az nem valami, hanem valaki. Mert hiszen ez egy személyközpontú vallás, ez egy személyközpontú hit. Amit mi adhatunk, azok saját magunk vagyunk, illetve rajtunk keresztül Jézus Krisztus, hiszen ez a kereszténységnek a lényege. És ezt lebontjuk, ezt le lehet bontani természetesen társadalmi üzenetre is. Hogy csak egyetlen egy példát mondjak, az egyik kedves példám ez, amikor azt mondjuk Jézus Krisztusról, hogy ő volt az, aki gyűlölte a bűnt és szerette a bűnöst, akkor ez arról szól, hogy egészen a büntető törvénykönyvig, meg egyébként a közéleti etikáig, ez azt jelenti, hogy mindig különbséget kell tudni tenni az ember, mint személy, akinek a méltósága az magától a teremtőtől van, és a tettei között. A tetteivel, ha nem értek egyet, ha a tetteit úgy látom, hogy veszélyesek a közösség, a nemzeti közösség számára, akkor a tetteit gyűlölnöm kell, az ellen harcolnom kell, neki pedig, mint személynek, mint Isten teremtményének, pedig kegyelmet kell kérnem, és szolidaritást kell vele vállalnom, őt sohasem támadhatom igazából, sohasem a szemét, hanem mindig a tetteit. És egy másik fontos vonatkozás a közjónak és a szolidaritásnak a kapcsolata, vagy az egyéni boldogulásnak és a közjónak a kapcsolata. Az a társadalmi berendezkedés a kereszténységnek, a kereszténység szeme előtt az a társadalmi berendezkedés lebeg, amelyik az egyéni boldogulás optimumát összeköti a közösségi haszonnak az optimumával. Az egy boldog nemzet,
az épül keresztény alapelvekre az a társadalom, ahol a legtöbb egyéni boldogulás akkor jön ki, hogyha a legnagyobb haszna van ebből a közjónak, és a közjó legnagyobb emelkedéséből minden polgárnak, mindenkinek külön egyéni boldogulásra is jut lehetősége. Ennek a kettőnek az együttlátása, az összehangolása, egy olyan rendszer teremtése, amelyik nem egyéni túlélési akciókat enged meg, akár korrupt, akár nem korrupt módon, a közösnek a rovására, egy ilyen rendszernek a fölépítése a legfontosabb feladata egy polgári, keresztény alapú kormányzásnak. Az emberi méltóságról már mondtam néhány szót, az emberi méltóság, amelyik, ha valami fajta demokratikus közmegegyezésben, legyen az kétharmados, vagy négyötödös, vagy feles, vagy bármilyen gyökerezik, az egy esélytelen dolog, mert akkor szavazással lehet módosítani az emberi méltóság kérdését. De azok a keresztények, akik hisznek abban, hogy minden ember Isten képű, ő számukra az emberi méltóság az nem szavazásnak a dolga, hanem a teremtettségnek a lényege. És ezért van az, hogy sohasem a szemét, hanem mindig a tetteit ítéljük el. És éppen ezért mindenki, tehát mindenkire vonatkozik az Isten képűség, ezért ez vonatkozik az ellenfélre is, sőt még az ellenségre is, egy vonatkozik arra is, aki nem éppen és egészségesen él, és ez vonatkozik elsősorban és mindenek előtt a szegényekre. És végül a harmadik nagyon fontos alapelv, ami nélkül keresztények nem tudnak hitelesen Európának üzenetet mondani, és Európa sem tud hitelesen lenni sem önmaga, sem mások előtt, ez pedig a felelősségnek a kérdése. Az, hogy felelősek vagyunk a tetteinkért. Látjuk azt és szenvedünk attól, hogy ezt a fajta felelősséget vannak olyan közösségek, amelyek nem képesek számon kérni a saját tagjaikon. Azért, mert akik számon kérhetnék a felelősséget, a tetteikért vállalt felelősséget, akár politikusoktól, akár bárki mástól, azok részei a rendszernek. És nem érdekük, hogy kimondják adott esetben azt, hogy a király mesztelen, vagy bármilyen visszásságra fölhívják a figyelmet, és arról ítéletet alkossanak és mondjanak. Ezért nagyon fontos, hogy mi, amikor felelősségről beszélünk, mi keresztények, hogy felelősek vagyunk a tetteinkért, és minden ember felelős a tettéért, akkor ezt azért mondhatjuk, mert mi tudjuk, hogy van egy olyan végső felelősség, ami megint nem szavazásnak a kérdése, megint nem ügyes ügyvédeknek a kérdése, hiszen az a végső felelősség a teremtett embernek a teremtő előtti felelőssége. És ez a felelősség ugyanúgy, ahogy az emberi méltóság mindenkinek jár. És azért nagyon fontos, hogy amikor a legszegényebbekről beszélünk, mondjuk így a fölzárkózás politikáról beszélünk, akkor így fogjuk meg ezt a kérdést. Azokat lehet fölzárkóztatni, akik fölismerik magukban azt, hogy ők is felelősek a saját életükért, a saját sorsukért. Ha ezt a felelősséget nem ébresztjük föl bennük, akkor nem lesz más, mint szegénységben tartás. Eddig ez a szociálpolitika volt Magyarországon, ennek a szociálpolitikának vége, hogy elfogadjuk a szegénységet, és úgy gondoljuk, hogy akik abban vannak, azokat is valamilyen módon mégiscsak legyünk rendesek velük, valamilyen módon őket is életben kell tartani, és fönt kell tartani az ő életüket is. Ehelyett ezzel szemben az a cél, hogy ezekből az emberekből, akik tehetetlenségre, tétlenségre vannak ítélve, mert olyan helyzetbe születtek, fölébresszük a felelősséget az életük urán, és teremtsük meg a kiutat ebből a szegénységből, hogy aztán felelősséget vállalva a tetteikért, még oda is eljussuk, hogy egyszer majd a következő generációért is felelősséget fognak tudni vállalni. Hogyha össze lehet foglalni ezeket az alapelveket, akkor egyetlen egy mondatba vagy gondolatba foglalnám össze. A keresztény embert, a keresztény közönséget nem az különbözteti meg a nem keresztényektől, vagy a nem keresztény közösségektől, hogy mindent jobban csinálnak, hanem az, hogy ha valamit elrontottak, mondjuk így, hogy leverték a lécet, akkor legközelebb ugyanoda teszik vissza, ahol leverték, nem állítgatják kedvük szerint, attól függően, hogy mikor futnak neki, ha ők futnak neki, akkor lejjebb, ha másik, akkor feljebb, ezt így szokták csinálni a nem keresztényeknél, hanem ugyanoda teszik vissza, mert van abszolút mérce, mert a 10 parancsolatot nem fogalmazzuk újra akkor sem, hogyha nem sikerül neki naponként megfelelni. Tehát nem állítgatjuk kényünk kedvünk szerint, nem is bújunk át alatta, hanem nekifutunk, és 2014 jó alkalom lesz arra, hogy újra nekifussunk ennek a magasugrásnak, és hogy ne verjük le a lécet. Köszönöm a figyelmüket!